Köszöntöm a nézőket, Gombos László vagyok. Önök a városfejlesztés 10. adását látják, ma azt nézzük meg, hogy a eddig elhangzottakat, városfejlesztési dolgokat hogyan lehet jogszabályba ültetni, a jogszabályba átültetni, hogy ez megkapja ezt a formát. Tehát nyilvánvalóan egy új törvény kell erről, még egyébként erről konkrétan nem készült még törvény, hogy ilyen még nincs, hogy városfejlesztésről szóló törvény. Hát értelemszerűen csak 10 000 fő fölötti városokra lesz ez kötelező. 1000 létszám alatti települések elveszítik a városi rangjukat, hogy senkit ne tévesztem meg a hibás megnevezést, tehát 10 000 főnél kezd városként működni egy település alatta még a városi léthez szükséges jelentősebb intézményeket sem tudják fenntartani, tehát nincs értelme pár száz fős vagy egy 2000 fős települést városnak nevezni, érdemes ezt egy 10 000-es határhoz kötni, és van belőle 146 ilyen település. Tehát nézzük a városfejlesztésről szóló törvény előkészítésnél az első paragrafust, hogy ez kb. Hogy nézzen ki egy ilyen törvény, hát kezdjünk is bele. Tilos felszerelni korlátokat, vasrudakat betonból vagy más anyagból készült akadályokat a gyalogos utak és biciklis utak mellett. Például tilos ilyen módon jelezni a gépjárműveknek, hogy hova nem parkolhatnak, vagy nem hajthatnak be kivéve, ha közlekedési biztonsági szakemberek engedélyezik az akadályok felszerelését, ilyen, például a híd építése esetében ilyen értelemszerűen akkor van korlát, majd akkor építenek korlátot, de más esetekben ezt tiltjuk, hogy ne foglalják el a helyet, nem ilyen módon korlátozzuk a forgalmat. Második paragrafus. Gyalogos közlekedést szabályozó jelzőlámpánál másodperc visszaszámláló kell. Le kell mérni a gyalogosok zöld jelzését úgy, hogy idősek és kerekesszékesek is át tudjanak jutni a zöld jelzés villogása előtt. Tehát ezt is érdemes jogszabályba írni, hogy ez mindenképpen megtörténjen. És érdemes is időbeni korlátokat meghatározni a jogszabály elfogadása utáni 3 hónapon belül ezt meg kell tenni. Ugye a jogszabályoknak az a sajátosság, hogy mivel ez egy törvény, így aztán ez az egész ország területére érvényes, ha csak nem szabunk külön területi korlátot, hogy ez csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, ez csak Hajdú-Bihar megyére, tehát ha nincs ilyen külön korlát, akkor ez mindenkire érvényes, tehát Magyarország minden zöldjelzéses, tehát minden lámpáját, a zöldjelzését hozzá kell igazítani a jogszabály elfogadása utáni 3 hónapon belül a gyalogosok valódi haladási idejéhez, és azon belül is a kerekesszékesek és az idősek haladási idejéhez kell igazítani. Tehát lesz bőven ideje a gyalogosoknak ezek után átjutni például. Tehát ezt kifejezetten érdemes ide beírni. Ez nem csak valami tanács volt, ezt jobb kötelességé tenni, mert ez az emberek biztonságát szolgálja. Aztán a harmadik paragrafus kereszteződésnél a kereszteződés lefedő zebra kell, hogy a lámpa egyszerre, ahol a lámpa egyszerre engedi át minden irányba a gyalogos forgalmat. A gépjármű forgalmat szabályozó lámpák addig minden irányból pirosak. A nem kereszteződéses gyalogos átkelőnél, tehát ahol nincs kereszteződés, ugye, a közlekedés normális, a gyalogos közlekedés normális irányát tiszteletben tartva kell a zebrát létrehozni, tehát ilyen nem beljebb. Tehát nem a saroktól beljebb, hanem közvetlenül a sarkon kell a zebrát létrehozni, ahol nincs kereszteződés, ahol van, meg olyan egybe kereszteződés kell, amiről már az előző műsorokban volt szó. A településen belül maximum 200 méterenként, zebrát kell elhelyezni. Ugye, ha azt írjuk a jogszabályba, hogy
településen belül, az természetesen az esetben azt jelenti, hogy Magyarország minden településén belül. Hogyha konkretizálni akarjuk, akkor külön konkretizáljuk, tehát megint csak ugye ez is általánosságban érvényes, mint minden törvény, addig, amíg azt nem kezdjük el időben vagy helyileg korlátozni. Aztán tilos járdaszigetet létrehozni. Hát ez szintén ugyanez, Magyarország minden településén tilos járdaszigetet létrehozni. A jogszabály elfogadása után egy év van a közlekedés ekénti újragondolására. Tehát ugye ahhoz, hogy ez a harmadik paragrafus megtörténjen, erre kapnak egy évet. Az jogszabályban a későbbiekben érdemes meghatározni szankciót is, hogy mi történik akkor, ha nem. Ja, itt például érdemes pénzbírságot meghatározni, vagyis hát pénzelvonást meghatározni az önkormányzatok számára, hogyha nem végzik el ezeket a közlekedési átalakítási feladatokat időben. Például, de erről majd a végén lesz szó, most jön a negyedik paragrafus. A tilos támla nélküli padokat felszerelni, a meglévőket két év alatt át kell alakítani, vagy le kell cserélni támlás paddá. A padoknak se az ülő része, se a háttámlája nem lehet betonból. Ami ilyen, azt két év alatt át kell alakítani, vagy le kell cserélni. Tilos padokat a tér közepére elhelyezni, a meglévőket két év alatt át kell helyezni háttal a homlokzatnak. A padot közvetlenül a járda mellé tesszük, hogy ne legyen útban. Hát ugye ez a pados rész volt, még a legelső adások egyikében volt erről szó, ötödik paragrafus. A városi tér 100 méterszer 100 méternél nem lehet több. Ha ezt legalább 100%-kal túllépi a tér mérete, tehát legalább 200 méter valamelyik mutató, ezt jó pontosításnak, akkor a teret szét kell bontani lugasokkal, üzletsor, például lugasokkal, üzletsorral. A jogszabály természetesen meghatározhat példákat is, pont azért, hogy könnyebb legyen a jogszabályt értelmezni, és nehezebb legyen kikerülni. Úgyhogy ezért kifejezetten érdemes egy-egy példát bedobni a jogszabályokba, ez jól jön. Aztán a hatodik paragrafus, a villanyoszlopokat és közlekedési útjelző táblákat, ahol csak lehetséges, a falakra kell szerelni és onnan belógatni az utcára. A jogszabály elfogadása után két évük van rá. Hetedik paragrafus. Magyarország minden városában a lakásnak legalább egy ablakába cserepes virágot kell kitenni. Tehát ha például azt írjuk, hogy a lakásnak legalább egy ablakába, akkor az Magyarország minden lakására vonatkozik. Tehát a kertesházaira egyébként nem, mert a kertesháznak van kertje, ott nem erőltetjük ezt a virágültetős dolgot, mert hát ők valószínűleg a kertben ültettek virágot, vagy nőtt magától, de ugye itt a lakásokról van szó, tehát a lakást meghatározásra az természetesen minden lakásra vonatkozik. Szóval minden a lakásának, tehát Magyarország minden városában a lakásnak legalább egy ablakába cserepes virágot kell ültetni, tehát minden lakás legalább egy ablakába. A városvezetés a lefelé futó növények ültetését is elrendelheti. 8. paragrafus. Magyarország minden 100 000 fő alatti városában legalább 10 városi termőkertet kell kialakítani. 100 000 fő fölötti városában ez is. 100 000 és 20 000 lakos közötti létszám esetében 5-5, és alatta pedig 10 000 főig 2-t. A kisebb településeken, 10 000 fő alattiakon nem kell majd ilyen közösségi kerteket kialakítani, mert azok jelentős része mezőgazdasági település, így aztán ott azért sokaknak van földje, meg ott nem annyira fontos a minden négyzetcentiméter kihasználása típusú gondolkodás, ez a városban nagyon-nagyon lényeges, ahol természetesen lényegesen nagyobb a zsúfoltság, mint vidéken.
9. paragrafus. Budapesten legalább 36 utcát és 36 teret kell lezárt lezárni a gépjármű forgalom elől. Ennek összesített alapterülete legalább 150 ezer négyzetméter legyen, erről szintén a műsorban volt szó, ez a 36 tér, 36 utca, 150 ezer négyzetméteres adatok ott már elhangzottak, 36 parkolót kell köztérré alakítani. Mindezt a jogszabály elfogadásától számított 3 éven belül, a jogszabály elfogadása utáni második év végére legalább 18 utcának, 18 térnek és 18 parkolónak kell a fenti szabály szerint megszűnnie, vagy mondjuk azt, hogy átalakulnia. Ja. Tehát azt is meg lehet határozni, azon kívül, hogy például a jogszabály elfogadásától számított 3 éven belül meg kell történni a dolognak, hogy például a második év végére milyen eredményeket kell elérniük, vagy például az első év végére milyen eredményeket kell elérniük, hogyha fontos a fokozatosság, mert például ennél a utcalezárásos dolgoknál azért fontos valamiféle fokozatosság, de az is fontos, hogy haladjanak a dologgal, mert ne az legyen, hogy az önkormányzat húzza az időt, és végül nem lesz belőle semmi. 10. paragrafus. Magyarországon tilos, villamos, troli és metróépítés. 8 éven belül csak energiatakarékos buszok járhatnak a városban. Persze 4 évnél tovább rendelkezni, főleg ilyen apróbb dologban, nem feltétlenül a legjobb ötlet, vagy érdemes persze távlati célokat is kitűzni egy jogszabályon belül, de számolni kell azzal, hogy mi történik, hogyha 4 év múlva jön valaki más és módosítja a jogszabályt. Tehát a jogszabály elfogadása utáni 3. év végén a buszok legalább 20%-ának energiatakarékosnak kell lennie. Tehát azt, hogy legyen valami haladás az ügyben mindenképpen. Majd megnézzük, hogy ez a 20% mennyire teljesíthető, ha könnyen tudják teljesíteni viszonylag, akkor ezt majd a későbbiekben tudjuk módosítani 25%-ra, 30%-ra, vagy a 4. év végére 40%-ra, vagy 50%-ra, tehát hogy így lehet ezt, természetesen ehhez majd kell kormányzati támogatás is, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy milyen ütemben tudják megtenni, de azt, hogy legyen előrehaladás már a 3. év végére, ez fontos, tehát a jogszabály elfogadás után jogszabályt, hatalomra kerülés után azonnal elfogadjuk, nem tökölünk ilyenekkel, csak olyannal, amit addig nem tudtunk előkészíteni, vagy bizonyos adatok nem álltak rendelkezésünkre, vagy például tervező iroda kell bizonyos dolgokhoz, akkor ugye azt kénytelenek vagyunk utána felkérni erre. 11. paragrafus. Se városvezetőnek, se állami vezetőnek nem lehet gépjárműve, se magántulajdonban, se hivatali autóként. Ugye kormánytagja, parlamenti képviselő, polgármesterek, önkormányzati képviselők, többségi állami tulajdonú cégek vezetői és vezetőségi tagjai, akik beletartoznak ebbe a körbe. Jó. 12. paragrafus. Várostervezőkről volt szó? Jó, akkor legyen ez várostervezők. Igen. Vagy az fent. Igen, hát az arról nem volt szó, jó, akkor legyen még ennyivel kibővült a várostervezők is. Aztán 12. paragrafus. Az éttermek, bárok, kávézók, kocsmák, vagy például pubok, utcai fala üvegből kell legyen, vagy falának üvegből kell lennie, olyan terjedelmű
utcára nyíló rész kell, amilyen terjedelműt megenged az épület szerkezete. Olyan terjedelmű üvegezett. Bocsánat. Olyan terjedelmű üvegezett utcára nyíló részt kell, amilyen terjedelműt megenged az épület szerkezete, ha a helység harmadik szinten vagy fölötte helyezkedik el, tehát ugye nem az utca szintjén, akkor ez nem kötelező. A jogszabály elfogadása utáni 3 éven belül meg kell történnie az átalakításnak, tehát lehet például ilyen kivételeket is meghatározni a jogszabályban, ezt nem csak valamilyen korrupciós dolgok miatt, ez normál jogszabály esetében is meg lehet ezt határozni, hogy például a helység a harmadik szinten vagy fölötte van, tehát nagyon magas, itt én 10. emeleten van valakinek egy bisztrója, ami elég fura, de éppenséggel előfordulhat, abban az esetben azt nem kell üvegezett falunak lennie, hiszen ugye itt a városi biztonság elősegítése a lényeg, hogy az emberek kilástanak, belástanak, és ezen keresztül biztonságosabbá váljon a város. Ugye természetesen itt nem magánházakról van szó, hanem ilyen szórakoztatóipari egységekről. Tizenharmadik paragrafus. A 3 vagy több szintes társasházak, ahol csak lehet kötelező előkertet ültetni a kerítés társasháznak, ahol csak lehet kötelező előkertet elkülöníteni. A kerítés olyan magas legyen, hogy ülve ki lehessen látni mögüle. Az előkertben lennie kell legalább egy padnak, ami az utca felé néz. Tehát ez a társasházi előkertek jogszabályi meghatározása, kötelezettség a kiépítésre. Mondjuk ennek érdemes valami időt adni, jogszabály elfogadása utáni 2 éven belül ennek meg kell történnie. Történnie. Ezért az önkormányzat felel. Érdemes értelemszerűen felelősöket is meghatározni a különböző ügyekkel kapcsolatban, hogy aztán legyen, aki csinálja. Eddig azért többségében ez egyszerű dolog volt, de például, ha ez itt kérdésessé válik, hogy a lakók vagy az önkormányzat, akkor dönteni kell, vagy lehet is, de olyat nem érdemes csinálni, hogy egyik sem, és akkor lóg a levegőben a felelősség kérdésre. 14. paragrafus. Tilos építeni gyalogos hidat és gyalogos aluljárót, 4 éven belül fel kell számolni a meglévőket, kivéve autópályák esetén, vasúton, vízen átívelő út esetén. Hát ugye ne a gyalogosokat egrecídoztassuk a városokban, övék a felszíni közlekedés. 15. paragrafus. Homlokzatok. Az üres falakon festéssel, vagy építéssel, vagy lugassal boltíveket kell kialakítani, ezzel lehet feldobni az unalmas falrészeket, új építésű házak várhatóan unalmas falrészeinél, ezt már előzetesen meg kell követelni. Tilos olyan házat építeni, aminek az alsó szintje üres, 1,5 méterrel a járda fölött már ablaknak kell lennie. Igen. Ezzel kapcsolatban majd konkrét várostervezési irodát, tehát felkérünk egy várostervezési irodát, vagy akár többet is, akik élhető városok tervezéssel foglalkoznak. Ezek ilyenek egyébként nagy rész Dániában vannak, és akkor ők végignézik a magyarországi városokat, értékelik azoknak a tereit, utcáit, azok, hogy mennyire jó vagy rossz állapotúak, és akkor abban az esetben jó. Ezt egyébként bele is lehet írni, hogy a magyar állam által, a magyar államot egyébként kisbetűvel írjuk alapvetően,
mert egy elvont fogalom, nem konkrét tulajdonnév. Annak ellenére, hogy van ilyen. A magyar állam által felkért tervezők, várostervezési szakemberek által nem megfelelőnek ítélt, nem megfelelőnek perjel, már mindegy, szóval nem megfelelőnek ítélt házrészeket az önkormányzatnak vagy az önkormányzat által kijelölt személynek vagy szervezetnek kell átalakítani. A magyar állam által felkért várostervezési szakemberek által nem megfelelőnek ítélt házrészeket az önkormányzatok vagy az önkormányzat által kijelölt személynek vagy szervezetnek kell átalakítani. És vagy. Mert természetesen felkérhetnek együtt személyeket és szervezeteket is egy adott falrész átalakítására. Például festőművészt, aki lefesti a unalmas szürke falrészeket, például 16. paragrafus. A metrókon ingyen lehessen biciklit szállítani, a taxik számára pedig kötelező legyen a kerékpárok szállítására lehetőséget adni az utasoknak. Ennek a másik eleme, hogy a bekamerázott tetővel ellátott kerékpártárolókat a város minden pontjára, minden forgalmas pontjára ki kell tenni. Az 50 főnél többet foglalkoztató vállalatoknak pedig maguknak kell gondoskodniuk ilyen kerékpártároló létesítéséről, csak ilyenkor nem kell külön kiírni újra és újra kerékpártároló, mert ott már egy pár sorra a fejebb ezt már meghatároztuk. Új társasházakat, irodaházakat és ipari létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy legyen biztonságos kerékpártároló. A buszokra és kamionokra kötelező külön kerékpártükröt felszerelni. 17. paragrafus. Nem épülhet Magyarországon összintesnél magasabb épület. Erről is volt szó egy külön műsorban, szinte majdnem végig, hogy miért fontos az emberi lépték, hol van az emberi lépték, stb. 18. paragrafus. Amelyik település nem tartja magát ezen kötelezettségekhez, tehát ugye ez a szankcionálása az esetleges nem teljesítésnek, szóval amelyik település nem tartja magát ezen kötelezettségekhez, 10.000 és 40.000 fő közötti önkormányzat 5 millió forinttal kevesebb támogatást kap következő évre a központi költségvetésből. 40.000, 1 és 220.000 fő között 15 millió forint a fent meghatározott elvonás. 220.000 fő fölött 40 millió forint. Vagy azt is mondhatjuk, hogy Budapest esetében, mert ez csak rájuk vonatkozik egyébként, mert Magyarországon nincs több 200.000 fő fölötti település, tehát Budapest esetében kerületenként $40 millió az elvonás a központi költségvetésből, hogyha nem csinálják meg az eddig végigbeszélt dolgokat. Tehát ugye meghatároztuk a jogszabályban, ahol nem volt egyértelmű, hogy ki a felelős azért, hogy megtörténjen, meghatároztunk időkorlátokat, és meghatároztunk szankciókat arra az esetre, hogyha mindez nem történik meg. Központi állami költségvetési forrásokat itt nem határozunk meg, mert arról a költségvetési törvényben gondoskodunk, hogy egy helyen legyen az, hogy mire pontosan mennyit költünk. Ez eddig is így volt egyébként, hogy az állam mennyit költött egy adott dologra, azt mindig a központi költségvetésben határozta meg, legalábbis a főszámokat.
Ezt egyébként könnyen meg is tudják találni, hogyha még valamelyik kölyük a kedves nézőknek még nem látott ilyet, például 2016. évi költségvetés. Ha ezt beírják, akkor meg fogják kapni a 2015-ben elfogadott 2016. évi költségvetést előirányzatokkal, különböző főszámokkal, és aztán pedig lebontva a különböző részletekkel együtt. Értelemszerűen a 2018. évi költségvetést például 2017 végére készítik el véglegesen, tehát ez mindig így megy, hogy a jövő évi költségvetést a előző év szeptember, október, november, decemberében alkotják meg. Jó. Na mindegy, szóval a pénzről itt azt, hogy konkrétan az állam a különböző dolgokra mennyit ad, erről nem egy ilyen törvényben döntünk, hanem egy másikban. De például szankciókról lehet egy ilyen törvényben is dönteni. Felelősökről kötelező szankciókról, mármint úgy értve, hogyha azt is akarjuk, hogy megtörténjen, szankciókról is érdemes, nagyon is, és természetesen igyekezni kell konkrétnak kell lenni a megfogalmazással kapcsolatban, tehát ugye ilyen a jogszabályalkotásnak ilyen alapszabályai vannak ezek fontos dolgok. 19. paragrafus. Amint a közbeszerzési ügynökség dönt, hogy mely vagy melyek azok a tervezési irodák, melyek alkalmasak az élhető városok megteremtésére, velük az önkormányzatoknak és települési szerveknek maximálisan együtt kell működniük a települések fejlesztésében. Például közmunkásokat rendelkezésükre bocsájtani, a fejlesztések kivitelezéséhez szükséges hatósági engedélyeket kiadni. Tehát érdemes ilyenkor az állami szervekre is vonatkoztatni egy-egy jogszabályt, hogyha ez a dolog őket érinti, már pedig ugye itt ez a jogszabály őket érinti, úgyhogy itt figyelmeztetni kell őket a törvényben, hogy nekik ezzel kapcsolatban vannak kötelezettségeik, ők a felelősek ezért, és fizetniük kell majd, vagyis hát pénzt vonunk el abban az esetben, hogyha nem teljesítik ezeket a kötelezettségeket. Aztán, ugye, volt itt szó a közbeszerzési ügynökségről, egyébként eddig is volt ilyesmi, de a későbbiekben átalakítjuk ennek a kinevezési rendjét, hogy ne a kormányzat vagy a parlament, tehát ne a megrendelő, a nagy megrendelő választa ki azt, hogy konkrétan ki fogja leszállítani a különböző dolgokat, stb., hanem a cégeket a közbeszerzési ügynökség választja, aminek a tagjait a vám és pénzügyőrség, az APEC, így szétválik majd egyébként a NAV, újra két részre, mert ez két külön szervezet egyébként, és ma is külön szervezetekként működnek. Na mindezt az APEC, a NAV, és az APEC, a vám és pénzügyőrség és az állami számvevőszék alkalmazottai közösen megválasztják ennek a közbeszerzési ügynökségnek a tagjait, és ők fogják piaci kofaként fognak alkudozni azzal kapcsolatban, hogy a lehető legolcsóbb és egyben legjobb minőségű termékeket választák, a legjobb irodákat viszonylag olcsón igyekezdenek megszerezni Magyarországnak, például a tervezőirodákat, és az anyagbeszerzésekkel kapcsolatban is ők fognak közösen dönteni központi szinten. Ez azért fontos, hogy egyrészt hogy a pénzügyi ellenőrző szervezetek tagjai választják a közbeszerzési ügynökség tagjait, ennek nincs konkrét vezetője egy ügynökségnek, ez egy gyakori formájának a dolgnak, hanem ők közösen döntenek a különböző kérdésekben az ügynökségnek a tagjai, és hát ja, nyilván vagy a közbeszerzésekről. Hát átalakítjuk ezzel a közbeszerzések rendszerét, az állandó korrupció, a hozzá nem értés, a belterjesség, és amiatt, mert aki kitalálja az ötletet, az végig is viheti, és ezen keresztül szétlophatják az országot. Ugye ezt úgy lehet többek között megakadályozni, hogy például a pénzügyi ellenőrző szervek tagjai választják meg azt, aki konkrétan kiválasztja, hogy melyik vállalat szállítson le, melyik vállalat legyen a szolgáltató, tehát hogy ki kapjon pénzt és ki nem. Így aztán nem tud senki előzetesen ígérgetni azzal kapcsolatban, hogy egy adott vállalat
kapja meg a pénzt, mert ez egy olyan szervezet, ami jelenleg még tulajdonképpen létre se jött. Úgyhogy ezzel már előzetesen kizárjuk a korrupciós lehetőséget. Igen, aztán az önkormányzatokkal kapcsolatban ez a másik szerv, ami itt megnevezésre került. Az önkormányzatokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy összevonjuk az önkormányzatokat, mert a kisebb települések esetében teljes a működésképtelenség. Az önkormányzatok esetében így aztán a jelenleg 3200 önkormányzatból 200 önkormányzattá vonjuk össze az önkormányzatokat. Egyrészt ez lehetőséget ad az állami alkalmazottak számának csökkentésére, ami jelenleg már közel 1 millió fő. Másrészt pedig, ami sokkal lényegesebb, hogy nem szétaprózott lesz az önkormányzati rendszer, hanem azért jóval összeszedettebb, és emiatt a pénz sem aprózódik szét. Jelenleg ugye 3200 település van Magyarországon, és mindegyiknek van önkormányzata. Tehát nem lesz ennyi önkormányzat, hanem mindössze 200 darab lesz. Ugye ez a nagyobbakban nem olvasztjuk be a kisebbeket, hanem a kisebbeket egymással olvasztjuk össze azért, mert nekik csengenek össze az érdekeik. A nagy önkormányzat elnyomná a kicsiket. Úgyhogy ilyen intézményi változások lesznek önkormányzatokkal kapcsolatban, közbeszerzési ügynökséggel kapcsolatban, a közbeszerzésekkel kapcsolatos változások is. Ennek egy részéről most volt szó. És hát ugye a városfejlesztési törvény előkészítését legalább vázlataiban ezzel át tudtuk nézni, aztán a későbbiekben lesznek még ilyen ülések, akkor ez bővülhet. Ha esetleg vannak még olyan dolgok, amiket érdemes kötelezővé tenni, és az önkormányzatok végig is tudják vinni, amik ezek után lényegesen cselekvőképesebbek lesznek, mert lényegesen több pénz fölött fognak rendelkezni. Nos, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!